Hozzá kell fognunk a jövő építéséhez, mert a magyar nép problémái megoldását, hitének visszaadását és szorongásainak, belső feszültségeinek megszüntetését várja tőlünk. Én ezzel a hittel, szolgálatként kísérlem meg a számomra megrendítően, és nyugodtan mondhatom, igen nagy megtiszteltetéssel átvett megbízatást. Megrendülve gondolok azokra a társainkra, nevesekre és néptelenekre, akik nem élték meg e hőn áhított napot. A teljes újrakezdés előtt állunk most, tisztelt honfitársak, úgy, ahogyan 1848-ban, 1867-ben, 1918-ban és 1945-ben állt a nemzet. Ha nem fogunk össze mindnyájan, ha nem mozgósítjuk magunkban mindazt, ami a legjobb, eljátszunk egy olyan történelmi esélyt, amelyet ebben az évszázadban még nem kínált fel nemzetünknek a történelem, és ki tudja, hogy mikor fog legközelebb.